Két és fél millió forint értékű vissza nem térítendő támogatást nyújt Tataváros önkormányzata a Vívó Egyesületnek. Csak az elmúlt 5 évben 16 Európa-bajnok, világbajnok és ifjúsági olimpiai éremmel büszkélkedhetnek a tatai sportolók. A több mint 25 éve működő sportegyesületben minden korosztállyal foglalkoznak. Természetesen igyekszünk mindig az utánpótlást is figyelembe véve a hazai versenyekre is koncentrálva a legkisebbek. Tehát mi egészen a törpici korosztálytól, 10 évesek korosztály, a felnőtt korosztályig mindenkivel foglalkozunk. Jelenleg 3 edző foglalkozik az utánpótlással és a gyakorlatilag a válogatottakkal, és hát a nemzetközi eredményeink hála Istennek nagyon-nagyon színvonalasak, magas szintűek. Ugyanígy azt kell mondanom, hogy a kicsik is a hazai versenyeken teszik a dolgokat. Most előttük áll a Diákolimpia, ahol tavaly 3000-en indultak. Az Egyesület az önkormányzati támogatást működési költségekre, utazásra és eszközfejlesztésre fordíthatja. Nagy-nagy öröm az, hogy rendre a válogatott kerettagjaként Kunannáról sűrűn hallunk. Bükü Lili is most már bekerült a fiatalként is a korosztályos válogatottba, és hát a fiúk közül is Esztergályos Patrikot és a többieket is természetesen mindig jó szívvel emlegetjük. Partali edző úr és Plásztán Attila olyan munkát végez, amely igazán tiszteletre méltó, ezért is az idei esztendőben a képviselőtestület a költségvetésébe betervezte a vívóknak adandó támogatást. Mindemellett a helyi sportösztöndi jóvoltából 3-an is részesülnek személyes támogatásban az egyesület versenyzői közül.